Mai napon a Velez Józsinak egy új légcsavarját teszteljük, ugyanis megjelent neki egy új légcsavar. Most a perce szereltem fel a gépre. A BEM melegítés, langyosítás megtörtént. Hát kikötve még nincs a gép, mindjárt oda fogjuk kötni az autóhoz is. Hát ez a légcsavar azt mondja, hogy 171 cm átmérőjű. A másik, amit már ismertek, a nagy légvárkeverő, idézőjelbe, amivel csináltam az eddigi méréseket, az 1000-esen is, és ezen az 1003-as szlúkin is. Tehát ezt már nem kell bemutatnom, ez Neufron légcsavar végül is, ez marha jó bevált. Na hát, röviden annyi, hogy 262-es áttétel van ugye a gépembe. És akkor az következik, hogy megpróbáljuk 2-3 álaszöget állítani a légcsavaron. Fordulatot nézünk és mérleget nézünk. Na, amikor kikötöttük a gépet, pár perc, azt jövünk vissza és meglátjuk. Jelen pillanatban, már csak a kíváncsiság kedvéért is, ugyanolyan álaszögre állítottam a légcsavart, ahogy a nagy, ahogy a nagy lapáttal ment. 4200-be tudta kiforgatni ezzel a beállással a motor a légcsavart, és 150 kg a tolóerő. Megnézzük ezzel, mit csinál jelenlegi beállítással, ez lesz az első fokozat. Na, addig is minden jót, mindjárt jövünk. Motor be lett melegítve, szóval azt mondja, június 14-e van. Június 14. Na jó, jön a kuka befelé egy pillanat, ilyen kis mellékzőrej van a filmen. Na de hát, kuka megérkezett. Főnök úr, akkor egy alapjáratos indítás, legyen szíves. Hadd menj. Oké. Gyönyörűen fut a légcsavar. Nagyszerű. Most akkor... Egyelőre nyomhatod a féket is, nézzünk meg egy fordulatot egy pillanat. A vízünk azt mondja, hogy hát egy picikét melegítsed, tartsad drága azt, jó? Tartsad, melegítsd meg. Hadd menjen föl 70-ig. Ott van 5 fokos. Hát végül is jó lesz azért már hamarosan. Most nyomhatod a féket is, és nézzük meg mennyit forog a motor, jó? Néztem, 4000, tehát 4008 volt. 4008, oké. Átmegyek és megnézem a mérleget. Na, hát akkor hadd menjen, uram. Mérlegünk nullán természetesen. Hát padlóra. Hadd menjen. Hát 80 kiló, egész jó kezdés. Jó. Na még egy menet. Fokozatosan padlóra, uram. Amikor itt csinálok alapjárat, akkor elengedheted itt bátran. Kapd le rá a padlóra, jó? Lehet padlózni, menni lefelé, lassan. Ez 180 kg ismét. Motor, áj, nagyszerű. Hát ez 180 kg volt. Ugyanolyan beállítással. Nagyon jó, dolgozik a légcsavar. Jó, bizony. Oké. És 5800-at forgott a motor. Tehát mi a teendőnk? 4800. Mi a teendőnk? Légcsavar csökkentünk, hogy ki tudjon forogni a motor. Nagyon jól lefogta. Jó, kis légcsavarnak tűnik. Na, addig megállítom. Tehát motor el van indítva. Légcsavar, állásszög csökkentés megtörtént. Megnézzük, mennyit forog a motor most. Így kell, hogy na most akkor nyomhatod a féket is most neki, arra is lép rá, és akkor szép lassan menjél le padlóra, hadd menjen. Ez 6000 volt, igaz? Igen. Ez lehet, hogy egy kicsit sok lesz, sokat vettem el az állásszögből, de megnézzük, mit csinál a tolóerő. Lehet! Hadd menjen!
52-3. 6002 volt a fordulat, és hát bizony 190 fölé ment a tolóerő. Ugyanaz produkálja, mint az a légcsavar, mint a széles lapátos. Teljesen ugyanazt csinálja. Úgyhogy valóban, ez jó bevált légcsavarja veleznek, gratulálunk neki. Megnézzük még egyszer. Utána következik az Ezra Suzuki 3-as áttétellel. Nézzük meg még egyszer, megnyugvás kedvéért. És itt befejeztük. 190 fölött volt a tolóerő. Megnézzük még egyszer. Igen. Igen. Le lehet állítani. Köszönjük. 6200 volt. Gratulálunk Velezi Józsi, gratulálunk. Átszerelünk a ez lesz Suzuki-ra, ami ott már várakozik. Őről is levettük a légcsavart, annak a légcsavara szintén itt van a nagy legfárkeverő. Jó, másik legfárkeverő meg ott. Oké, felrakjuk ezt. Hogy? Ugyanaz. Ma az ugyanaz, az maradjon ott. Jó, tehát átszerelünk és jövünk. És akkor egy 3-as áttétellel kísérletezzük ki most ezt a légcsavart. Na pá! Felett indítva az Ezra Suzuki. Egyelőre melegítjük a motor. Mert még elég kevés bizony. Megvárjuk, hogy eléri a 70-80 fokot majdnem. És akkor megnézzük egyszer, hogy mit csinál a gépedet. Jó nagy állásszöget adtunk neki, annyit kell tudni tehát akkor erre a gépről, hogy egy Ezra Suzuki, amit már szintén ismertek, és egy 3-as áttétellel van felszerelve. Megnézzük, hogy ugye emlékeztek rá, 155-152 kg tolóerőt hoztunk ki a nagylapátos légszavarra. Jelenleg ott van a földön leszerelve a légszavar, ami állt a géphez tartozik, és megnézzük, hogy tehát ezzel a légszavarra mit tudunk belőle kihozni. Egyelőre melegítjük a gépet. Hogy? Ez a 80 fok. Oké. Mindjárt érjük a 80 fokot. Urat! Fordulatot nézzük. Oké, most egyszer fékezhetsz is. Nézzünk egyszer egy padlógázos fordulatot. Hadd szóljon! Mehet! Lassan menj le! Oké, 4800 zas fordulat volt. Jó, elmegyek hátra és megnézem a mérleget. Csináld ugyanezt, padló, jó? Még, persze. Na nézzük csak, ugyanúgy vagy 4800, marhára el lesz találva. Oké, mehet a padlógáz. Oké, mérlegünk nullán, kikapcsolunk és veszünk el az állásszögből. Ugyanis 4800-ra engedtük csak fel, nem emlékszek a másik légcsavarnál mit csinált 4800-on, de nem rossz eredmény 120, elég jó kezdődik. Felmegyünk 5008 környékére, bizony-bizony, meglepetés is lehet még. Első légcsavar állítás megtörtént, tehát vettünk el a állásszögből, hogy tudjon szegény motorocska forogni, ne csak 4800 kilogyon, bírják ezek az 5600 hetet is. Még ott adják le legjobban 5500 környékén a energiát. Egyébként elfelejtem mondani, tehát gyönyörű napsütés van és 25 fokba próbáljuk a gépet. Mivel júniusban vagyunk és este 3-4-6 van most. Na, először is nézzünk egy fordulatot, tehát második légcsavar állítás következik. Fékezhetsz is. És akkor szépen menjél le padlóra, jó? Adjál neki. Mehet. Hát 5004 volt. Nagyszerű. 5400 fordulatot, tehát most megnézem a mérleget. Fék nélkül. Egyértelmű fék nélkül. Na, mehet uram.
Oké. Még nem forgott eleget a motorunk, de már 135 kilón vagyunk. Egész jó kis légcsavar. Hármas áttétellel is jól dolgozik. Nagyszerű. Jó. Most még egy kicsit állítunk. Megint elveszünk, ismét elveszünk a alasszögből, hogy, mert még elég nagy, hogy tudjon forogni 5005 fölé megyen a fordulatunk. Oké, még egy pár fokot leveszünk mínuszba, és akkor fog alakulni. Bízunk benne, hogy 150 fölé megy a tolóerre, ezzel a légcsavarral is. És hármas áttétellel, úgyhogy... Hát, na szóval mit mondjak, tehát kellenek ezek a kísérletek, kellenek, szükség van rá, nem csak nekem, mindenkinek. Na, mindjárt vissza fogunk kapcsolni. Megvolt a harmadik légcsavarállításunk, ekkora állásszög azért még van rajta, tehát van itt még bőven. Na, hát egy pár fokot levettünk ismét. Na jól van, én úgy gondolom, hogy most fel fog menni a fordulat 5006-7, esetleg 8-ig. Oké, tehát hármas áttétel emberek, és a velednek a legújabb terméke. Na nézzünk egyszer egy fordulatot. Legyen szíves uram, indítson akkor. Fékezhet, ha akar, és akkor lassan mehetünk le padlóra, jó? Hadd menjen! Padlózza le! Ez 6002, ugyanúgy, mint a másiknál. Nagyszerű! Jó, jó felugrott. Fékez, nem? Mehetünk, uram! Na, hát akkor röviden vázlatolom a dolgokat. Tehát ez a légcsavar háromos áttételhez nem ajánlom, hogy használjátok, nem alkalmas hozzá. Ezt bizonyítom mindjárt, ugyanis visszarakom a eredeti légcsavart. Nem tudom, hogy hagytuk utoljára abba a kísérletet, ez azóta úgy van, de 150 körül volt a tolóerő azzal a légcsavarral, és nem kellett annyira forgatni a motort. Visszapakoltuk a lekvárkeverőt, tehát a Neufron légcsavart. Tehát az állásszöget úgy hagytam, hogy volt, nem tudom mire volt ez már itt utoljára. 140 került, ott 150, nem tudom. Megnézzük egyszer fordulatot. Nézzük csak. Na és az a helyzet, hogy most meleg van és közvetlenül. Próba! Hadd menjen a padlógáz egyszer! Olyan 4008 és 4009, nem volt egészen 5, inkább 4009 körül volt. Oké, megnézzük, ugyan nézzek rá a 140-es szólt azon, megnézzük mindjárt ezen a fordulaton. Na nézzük csak. Tehát, igen. Oké. 140. Így emlékeztem rá. 5000 alatt volt most a fordulatunk, és 140-ettől. Ha felengedjük 5005-ig, mert már csináltuk az mikor is február környékén, akkor volt 5005. Tehát itt van a bizonyíték, hogy ez a légcsavar, ez nagyobb állásszöggel jobb. Jobb. Világos. 140. És csak 4900-et forgott a motor, nem 5000, mennyi volt az előbb? 6000 fölött forgott ma? És csak 135 kg tolóerő? Tehát egyértelmű, hogy ehhez a légcsavarhoz. Most az még jobban meg lehet erősíteni, 3-as áttétel kell. Ahhoz a légcsavarhoz 262-es. Teljesen egyértelmű, emberek, így gondolkozzatok. Meg lehet venni az újonnan gyártott légcsavart is, mert nagyon frankó. Az 1300-as Suzuki-nál bebizonyosodott, hogy 190 fölé ment a tolóerő. Nekem a 262-es áttétellel a nagylapátos légcsavar is ugyanannyit produkált. Úgyhogy
Úgyhogy a nagylapátos légcsavart, ha én kipróbálnám 1300-as Suzuki-n 3-as áttétellel, az lenne még csak az igazi próba. Meg lesz ejtve legközelebb, átrakom minden a lehajtást, a 3-ast, és kipróbálom az 1300-as Suzuki-t is vele. Lehet, hogy 200 körül lesz. Na jó, befejeztük, köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!